Aláírásgyűjtést szervez a Magyar Remény Mozgalom zentai szervezete, hogy leváltsák a jelenlegi helyi hatalmat, és új helyhatósági választásokat írjanak ki. A Magyar Remény Mozgalom Zenta községi szervezete röpiratban foglalta össze azt, hogy szerintük a városvezetőség milyen hibákat vétett. A legelső a bogarasi aszfaltozás ügy, amelyről a magyar szóban is lehetett olvasni, hogy az interneten nem kis sport kavartak a hozzászólások. A jelenlegi zentei vezetés a kinti emberek megkérdezése nélkül, az ottani vezetés véleményének a kikérése nélkül teljesen szabadon döntöttek, és egy olyan utat szeretnének kiaszfaltozni, amely nem a közösség érdekét szolgálná, vagy legalábbis nem a közösség nagy részének. Győri Endre a helyi hatalmat hibáztatja az Elgáz közvállalat helyzetéért, de felrúgja a különféle bizottságok tagjainak tiszteletdíjazását és az iskolaszékek hiányát is. Amiket sorolnak, hogy Elgáz, meg átgondolatlan leépítések, iskolaszék kontra MNT, igazgatóválasztások, nem is tudom mindet felsorolni, mert rengeteg van. Az az igazság, hogy az lenne az igazi, ha leülnénk a kamerák előtt, az asztal egyik és a másik oldalán is megbeszélnénk ezeket a kérdéseket, aztán ha úgy találják, amikor miután hozzájutnak a valós információkhoz, úgy gondolják, hogy tényleg le kell váltani az önkormányzatot, akkor természetesen elmennek és megcsinálják a petíciót. A községi képviselőtestület elnöke szerint az MLM által felsoroltak közül a városvezetés számára valós gondot az Elgáz közvállalat problémáinak megoldása jelenti.